meccset beszéltük édesapámmal, hogy most már bemutatkoztam, úgyhogy most a gól következik. And I congratulate to my players on big effort on good game. Also I would like to congratulate and wish all the best to my colleague and his team in the next matches. Először is kiemelte, hogy már a mérkőzés előtt is voltak gondok, illetve az első fél időben is akadtak problémák, hiszen két cserére szorult a csapat. Azonban nagyon meg van elégedve a játékosok teljesítményével, hiszen fantasztikus játékot nyújtottak a mai nap folyamán. Jó eredmény született részünkre, és meg van elégedve a csapat és a játékosok teljesítményével egyaránt. A Vasas ugyanazt játszotta, azt próbálta játszani, amit az elmúlt évben is, az MB2-ben, vagy Diósgyőrben is. Tehát mindenképpen győzelemre tört a csapat. A játékosokon azt lehetett érezni az első fél időben, hogy nagyon szerettek volna bizonyítani itt hazai közönség előtt, hogy megnyerjék az első mérkőzésüket. Ezáltal egy kicsit görcsösebb volt a szokottnál a társaság, és emiatt egy picit lassabban is játszottak, mint ahogy ezt Diósgyőrbe is tették. Gondolom, mit tervezted gólszerzéssel ezt a mai meccset? Igen, pont meccset beszéltük édesapámmal, hogy most már bemutatkoztam, úgyhogy most a gól következik, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült. Az első meccset nagyon örültem volna, hogyha behúzzuk, ugye sajnos nem tudtam játszani, most úgy tűnik, hogy újabb kihagyás vár rám, de fejlődőképes a csapat, hogyha elkerülik a sérülés, most már mindenféleképpen el kell kerülni, mert nem vagyunk sokan ismét, úgyhogy, de egységes a csapat, úgyhogy fejlődik, de megvannak a megfelelő emberek arra, hogy helyettesítsük a sérülteket, úgyhogy bízom benne, hogy elegen leszünk.